Hivatalosan is bejelentette visszavonulását a 101-szeres argentin válogatott támadó Sergio Agüero. Kiderült, hogyan alakulhat át az FC Barcelona játékos kerete 2022-ben. A Ferencváros már is megvált a nyáron kinevezett vezetőedzőtől, Péter Stögertől. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a foci világ legérdekesebb híreiről. A Ferencváros hétfő délután a hivatalos oldalán tudatta, hogy menesztette az együttes kispadjáról a nyáron kinevezett Péter Stögert. A bejelentés sokakat meglepetésként ért, noha a zöld-fehér csapat idei szereplése miatt valahol azért számítani lehetett rá, hogy az osztrák szakember alika fogja kitölteni a szerződését a zöld-fehéreknél. Az Austria Wien-től érkezett 55 éves szakember Serhi Rebrovot váltotta a fővárosi klubnál, aki igencsak nehéz örökséget hagyott hátra utódjának, hiszen vele sorozatban háromszor nyert bajnoki címet az együttes, amelyet előbb az Európa Liga, majd a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejuttatott. Fel volt adva tehát a lecke Stögernek, aki azonban nem kezdett rosszul, hiszen a csapat vele is bejutott a Bajnokok Ligája playoff körébe, ahol viszont a svájci Young Boys erősebbnek bizonyult náluk. Így is főtáblás lett a Fradi, csak nem a BL-ben, hanem az Európa Ligában, amit azért szintén sikernek lehetett elkönyvelni. Ne feledjük, a nagyelőd Rebrov is így kezdte. Igen ám, csak hogy míg az ukrán vezetésével a 2019-2020-as EL idényben egészen az utolsó fordulóig versenyben volt az együttes a továbbjutásért, addig Stöger esetében már két játéknappal a vége előtt eldőlt, hogy nemhogy a továbbjutásra nincs esély, hanem az akkor nulla pontos Fradi biztosan a csoport utolsó helyén fog végezni. Az osztrák mentségére legyen szólva, hogy a zöld-fehérek ezúttal egy jóval erősebb kvartettbe kerültek, és a realitásokat figyelembe véve semmi meglepő nem volt abban, hogy végül a Bayer Leverkusen, a Real Betis és a Celtic mögött csak a csoport utolsó pozícióját szerezték meg. Ezzel együtt a nemzetközi kupaszereplés miatt is rengeteg kritika érte Stögert, de aligha tévedünk nagyot, hogy elsősorban együttese hazai porondon mutatott gyenge produkciója miatt kellett végül idő előtt távoznia, amiben az is szerepet játszhatott, hogy nem volt képes fegyelmet tartani a játékosai körében, sem az öltözőben, sem a pályán. Ő ugyanis a vasszigoráról ismert Rebrovval ellentétben sokkal elnézőbb, simulékonyabb típus volt, és a pályán sem követelt meg olyan taktikai fegyelmet, mint elődje. A játékosok egy része pedig visszaélt ezzel, nem meglepő, hogy rögtön jelentkezni kezdtek a problémák az öltözőben és a csapatjátékában egyaránt, hiszen amellett, hogy a csapat hullámzóan teljesített a bajnokságban, egyes labdarúgókkal fegyelmi problémák adódtak. Az együttes középcsatárát, Frank Bolit például szeptemberben azért kellett kitenni az első csapat keretéből, mert az egyik mérkőzés előtt néhány nappal engedély nélkül elutazott egy másik országba. A klub büntetésgyanánt az Európa Ligára sem nevezte be a támadót, aki közel egy hónapos száműzetés után október közepén került vissza az első csapatba, amelyben azóta hol játszik, hol nem. De az is emlékezetes volt, amikor egy MTK elleni bajnokin kis hián tetlegességig fajult a Tokmak Enguen és Mürto Uzuni közötti vita, amely szintén azt jelezte, hogy Stöger nem képes rendet tartani az öltözőben. Ilyen esetek Rebrovnál például aligha fordulhattak volna elő, az ukrán mester ugyanis minden bizonnyal azonnal megvált volna a renitens labdarúgóktól. Nincs kizárva, hogy Stögert ez idáig csak az mentette meg a kirúgástól, hogy a Fradi az élen állt az OTP Bank ligában. Egy éllovas csapat edzőjét ugyanis nem szokás kirúgni. Ez a helyzet viszont múlt vasárnap megváltozott, amikor a zöldek nagy meglepetésre 2-0-ás vereséget szenvedtek a kiesés elől menekülő Debrecen otthonában, az őket üldöző Kisvárda pedig nyert, amivel a szabolcsi kiscsapat átvette a vezetést a tabellán. Nem is kellett több és másfél nappal később, szerződést bontottak az osztrákkal a Ferencváros vezetői, akik állítólag gőzerővel keresik azt a szakembert, aki átveheti majd a csapat irányítását az átmeneti jelleggel kinevezett Máté Csaba helyett. A jól értesültek szerint a Budapesti Egyesület továbbra is külföldi szakemberben gondolkozik, és egyesek azt is tudni vélik, hogy a volt orosz szövetségi kapitány Stanislav Csercseszov, a korábban az AS Rómát irányító Eusebio Di Francesco, a nemrégiben még a Barcelona másodedzőjeként tevékenykedő Alfred Schroeder és a norvég Moldét irányító Erling Mu négyese közül kerülhet majd ki Stöger utódja. De mellettük állítólag az ukrán Zorját trenírozó Viktor Skripnik és az idén a moldáv Sheriff Tiraspolt a Bajnokok Ligájába juttató Juri Vernyidab is ott van a jelöltek között, de az ő megszerzésüket megnehezíti, hogy klubjaik nem szívesen engednék el őket az idény közben. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban.
Szerda délután megtörtént az, amit már hetek óta rebesgetett a nemzetközi sportsajtó. Az FC Barcelona argentin támadója Sergio Agüero hivatalosan is bejelentette, hogy szív problémái miatt visszavonul a profilabdarúgástól. Agüero idén júliusban igazolt a katalán klubhoz, amelynek szurkolói hatalmas reményeket fűztek a dél-amerikai kiválóság érkezéséhez. Elvégre úgy kellett már egy hozzá hasonló gólerős középcsatára kedvenc csapatuknak, mint egy falat kenyér. Annyi bizonyos, hogy nála jobban kevesebben értettek a gólszerzéshez, és ezt főképp előző együttesében a Manchester City-ben bizonyította, amelyet 10 éven keresztül erősített, és ez idő alatt 390 tétmeccsen 260 alkalommal volt eredményes a csapat mezében. Ezzel a gólmennyiséggel pedig amellett, hogy meg annyi trófeához hozzásegítette az együttest, jelenleg ő számít a klub történetének valaha volt legeredményesebb játékosának is. Nem meglepő, hogy Manchester kékfehér felében a mai napig legendaként tekintenek rá. Az idei távozása után például még egy szobrot is állított neki a klubvezetőség a csapat stadionja előtt. És bár Agüero idén júniusban már a 33. életévét is betöltötte, még így is kiváló fogásnak tűnt a legsötétebb korszakát élő Barcelona számára, amely úgy tűnt végre megfelelően tudja pótolni a tavaly az Atletico Madridnak eladott gólvágóját, Luis Suárez-t. Agüero megszerzése azonban egy másik fontos célt is szolgált a katalánok számára. A klubnál azt remélték, hogy az ő érkezésével biztosítva lesz legnagyobb csillaguk, Lionel Messi maradása, hiszen ők ketten nagyon szoros barátságot ápolnak, és mind Agüero, mind Messi többször lenyilatkozta már a múltban, hogy nagyon szeretnék, ha egyszer klubszinten is egy csapatban szerepelhetnének. A Barcelona megteremtette ezt a lehetőséget a két jó barát számára, ám mint azóta kiderült, ebből végül semmi sem lett, hiszen nem sokkal azután, hogy Agüero aláírt és egy interjújában kijelentette, hogy főképp Messi miatt esett a választása a Barszára, honfitársa a Paris Saint-Germainhez igazolt, miután a katalán klub az anyagi problémái miatt nem tudott szerződést hosszabbítani vele. Vagyis Agüero számára a barcelonai kaland finoman szólva sem indult jól, és ha Messi hirtelen távozása még nem lett volna elég, akkor a nyári felkészülés során vádlisérülés szenvedett, ami miatt két hónapos kihagyásra kényszerült, így csak október közepén debütálhatott a Barcelonában. Ráadásul akkor egy olyan csapatban találta magát, amely már ezer sebből vérzett. Amellett, hogy az együttes csak a középmezőnyben foglalt helyet a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában is pocsékul szerepelt, és a vezetőedző Ronald Koeman kirúgása is a küszöbön állt. A nehézségek ellenére a visszatérése nem sikerült rosszul, hiszen rögtön a második pályára lépése alkalmával a Real Madrid elleni idegenbeli El Clásicón sikerült meglőnie az első barcelonai gólját. Igaz, ezzel sokra nem ment csapata, hiszen a találkozó a királyiak 2-1-es sikerével zárult. Minden esetre akkor úgy tűnt, hogy Agüero végre maga mögött hagyhatja a balszerencsés időszakot, ami azóta áll fent, amióta a Barszához igazolt, ám az igazi fekete leves még hátra volt. Október végén az Alavés elleni bajnoki meccs első félidejének 41. percében egy ütközést követően rosszul lett, szédülésre és mellkasi fájdalmakra panaszkodott, és emiatt le is kellett cserélni. Agüerót rögtön kórházba szállították, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a játékosnak szívritmus zavara van, a Barcelona pedig akkor azt közölte, hogy első körben 3 hónapos kihagyás várhat a támadóra. Nem sokkal később azonban már olyan hírek láttak napvilágot, hogy a mérehatóbb kardiológiai vizsgálatok kimutatták, Agüero szíve sokkal rosszabb állapotban van, mint azt a rosszulét utáni első tesztekből meg lehetett állapítani. Az őt kezelő orvosok pedig azt javasolják számára, hogy ne kockáztasson, és fejezze be a profilabdarúgást. Ezek a pletykák pedig sajnos igaznak bizonyultak, és a támadó szerda délután egy a Camp Nou-ban tartott sajtótájékoztató keretein belül hivatalosan is bejelentette, hogy felhagy a futballal. Azért vagyunk itt, hogy elmondjam, úgy döntöttem, hogy az orvosaim tanácsát követve abba hagyom a profilabdarúgást. Ez egy nagyon nehéz pillanat számomra, ám az egészségem érdekében kénytelen voltam meghozni ezt a döntést. Reménykedtem abban, hogy folytathatom a játékot, de erre sajnos nincs lehetőség. Minden esetre büszke vagyok mindarra, amit elértem a pályafutásom során, mondta a könnyeivel küszködő támadó, aki emellett köszönetet mondott minden csapatnak, ahol pályafutása során megfordult, így nevelőegyesületének, az argentin Independientének, az őt mindössze 18 évesen Európába költöztető Atletico Madridnak, a Manchester Citynek, amelynek pályafutása legszebb éveit köszönheti, és az FC Barcelonának is, amely lehetőséget biztosított számára, hogy a világ egyik legnagyobb egyesületének a szerelését is magára húzza.
Agüero kényszerű visszavonulása egyben azt is jelenti, hogy a Barcelona ismét klasszis középcsatár nélkül maradt, így a katalánoknak januárban mindenképpen igazolniuk kell valakit erre a posztra. Bár ha őszinték akarunk lenni, akkor a gránátvörös kékeknek nem csupán új támadóra, hanem egy teljes keretfrissítésre lenne szükségük, hiszen az mostanra egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi csapat sem a hazai, sem a nemzetközi szintéren nem elég versenyképes ahhoz, hogy komolyabb eredményeket érjen el. A La Ligában például a bajnokság feléhez közeledve csak a 8. helyet foglalja el a csapat, amelynek figyelembe véve, hogy már most 18 pontos lemaradásban van az éllovas Real Madridhoz képest, immár nem lehet más célja az idei szezonra vonatkozóan, mint hogy legalább a jövő évi BL kvalifikáció meglegyen az idény végén. De az idei Bajnokok Ligája szereplés is tökéletes bizonyítéka annak, hogy a katalánok sürgős erősítésre szorulnak, hiszen az erősnek semmiképp sem nevezhető csoportjukban a Bayern München és a Benfica mögött csak a 3. helyen értek célba úgy, hogy 6 meccsen mindössze 2 rúgott gólra voltak képesek, így tavasszal csak az Európa Ligában folytathatják. A klubnál természetesen tisztában vannak vele, hogy a csapat azonnali erősítésre szorul, és a Barca vezetők feltett szándéka, hogy 2022-ben egy forradalmi átalakulást visznek végbe a játékos keretben, amely nyilvánvalóan azt a célt fogja szolgálni, hogy az együttes a jövőben a hírnevéhez méltóan szerepeljen. Ehhez viszont kulcsfontosságú lenne a jövő évi Bajnokok Ligája kvalifikáció, ami azt jelenti, hogy a csapat megerősítését már januárban meg kell kezdeni, hiszen a jelenlegi játékos állomány még a 4. hely eléréséhez sem biztos, hogy elég erős. Ez azonban több okból kifolyólag sem ígérkezik egyszerű feladatnak. Kezdjük azzal, hogy a Barszának minden áron csökkentenie kell a bérköltségén, hogy új játékosokat igazolhasson. Az egyesület bérköltsége a nyáron 670 millió euró volt, ami a legmagasabbnak számított a világon, és bár ezt Messi és Griezmann távozásával sikerült lecsökkenteniük 430 millióra, de ez még mindig nagyon sok, olyannyira, hogy továbbra is ők vezetik a legnagyobb bérköltséggel rendelkező klubok rangsorát. Ilyen feltételek mellett pedig lehetetlen januárban játékost igazolni, még kölcsönvétellel sem, hiszen az újonnan érkező játékosokat a fizetési sapka túllépése miatt a La Liga nem engedné regisztrálni, és így pályára sem léphetnének. A Barszának ezért elsőként a játékos eladásokra kell koncentrálnia, hiszen csak is így tudja tovább csökkenteni a bérköltségét, ennek érdekében pedig feltétlenül meg kell szabadulnia az olyan magas fizetésű labdarúgóktól, akik nem szerepelnek a szakmai stáb terveiben. Ilyennek számít például Philippe Coutinho és Samuel Umtiti is. Tőlük mindenképpen szeretnének megválni a katalánok, akár végleges eladással, akár kölcsönadással, de a hírek szerint az egyoldalú szerződésbontás lehetőségét is mérlegelni fogják, ha nem találnak vevőket rájuk, vagy ha a két játékos megtagadná a klubváltást. Ha az említett két labdarúgótól sikerül megszabadulniuk, akkor pedig a helyükre állítólag két olyan támadót, nevezetesen Ferran Torrest és Edinson Cavanit szeretnék megszerezni januárban, akikkel jelentősen javulhatna a csapat támadó játéka. Torresszel állítólag már megvan a megállapodás, és klubjával, a Manchester Cityvel is jól haladnak a tárgyalások, így az ő érkezése egyre biztosabb, de a legfrissebb hírek szerint Cavani is örömmel igazolna Barcelonába, miután a Manchester Unitednél Cristiano Ronaldo érkezésével a kispadra szorult, és a katalán klub már fel is vette a kapcsolatot az uruguayi klasszis képviselőivel. Mindeközben pedig olyan hírek is napvilágot láttak, hogy akár a jelenleg az Intert erősítő Alexis Sánchez is visszatérhet januárban a csapathoz, méghozzá egy játékos csere formájában, melynek értelmében a spanyolok Luke de Jongot adnák oda az olaszoknak a chilei klasszisért cserébe. Persze csak az idény végéig, hiszen a holland a Sevilla tulajdonában van, és jelenleg csak kölcsönben szerepel a Barcelonában. Úgy tudni, Alexis és az Inter már igent mondott az üzletre, és már csak Xavi beleegyezése kell ahhoz, hogy pont kerüljön az idény végéig szóló játékos csere végére. Ugyanakkor a nagyobb volumenű vérfrissítésre az anyagi szempontok miatt is csak jövő nyáron kerülhet sor Barcelonában, és a klubelnöke Joan Laporta már ezen is gőzerővel dolgozik. A napokban például a sportigazgatóval Mateu Alemánnyal együtt Olaszországban járt, ahol találkozott a vele kiváló kapcsolatot ápoló játékos ügynökkel Mino Raiolával, állítólag azért, hogy több általa képviselt játékos leigazolásáról tárgyaljon. A jól értesültek szerint a találkozó folyamán Erling Haaland esetleges Barcelonához való igazolása is szóba került a felek között. A norvég ugyanis Laporta egyik nagy álma, akinek megszerzéséről annak ellenére sem mondott még le, hogy a klub pénzügyi helyzete finoman szólva sincs jó állapotban. A Barca első embere azonban jól tudja, ahhoz, hogy ismét versenyképes csapatuk legyen, klasszisokra van szükségük, éppen ezért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a 21 éves csatár kiválóságot a katalán fővárosba költöztesse.
Ez egyébként a játékos vételárát, fizetését és az ügynöki jutalékot is beleszámítva legalább 250-300 millió euróra lesz szükségük a katalánoknak, akiknek nyilvánvalóan ennyi pénzük nincs jelenleg, de a jól értesültek szerint Laporta bizakodó azzal kapcsolatban, hogy új szponzorok befektetési alapok bevonásával képes lesz előteremteni ezt az összeget. Persze nem szabad elfelejteni, hogy Haalandot nem csak a Barca szeretné megszerezni, hanem Raiola elmondása szerint a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München is. Azonban a spanyol sajtó szerint több ok miatt is jelenleg a katalánoknak van a legnagyobb esélyük a leigazolására. A Realnál ugyanis Kylian Mbappé a fő csatár kiszemelt, a Bayern München pedig nem szokott nagy pénzeket fizetni egy-egy játékosért, míg a Manchester Citynél jelenleg az a Pep Guardiola a vezetőedző, aki nagyon rossz kapcsolatot ápol Raiolával azóta, hogy az általa képviselt Zlatán Ibrahimovicot elüldözte anno a Barcelonától. Mindenesetre a pletykák szerint Haalandnak nem lenne ellenére a katalán klubhoz igazolni, már csak azért sem, mert ott ő számítana a csapat legnagyobb sztárjának, de ez az opció állítólag csak is akkor jöhet szóban nála, ha a gránátvörös kékek ott lesznek a Bajnokok Ligája következő kiírásában. De állítólag nem csak Haalandról egyeztetett egymással Laporta és Raiola, hanem három másik játékos, nevezetesen az Ajax jobb hátvédje Nusser Mazraoui, a Manchester United középpályása Paul Pogba és a Paris Saint-Germain Barca nevelésű tehetsége Xavi Simons is szóba került a beszélgetésük során. Az említett három játékos szintén Raiola bébinek számít, és emellett az is közös bennük, hogy jövő nyáron a szerződésük lejártával ingyen igazolhatók lesznek, ez pedig kiváltképp vonzóvá teszi őket a gránátvörös kékek számára. Papíron egyébként sem Mazraouira, sem Pogbára nem nagyon lenne szükségük a katalánoknak, jobb hátvédek és középpályások tekintetében ugyanis viszonylag jól áll a klub. Azonban ha lehet hinni a legfrissebb értesüléseknek, akkor az előbbi pozícióban szereplő játékosok közül Sergiño Destre nem tart igényt a szakvezetés, és ő megfelelő ajánlat esetén jövő nyáron távozhat, így már is lenne hely az Ajax marokkói játékosának. Utóbbi pozíciót illetően pedig egyre hangosabbak azok a pletykák, miszerint Frenkie de Jonghoz sem ragaszkodik mindenáron az egyesület. Na nem azért, mert nem elégedettek a teljesítményével, hanem mert az ő eladásával komoly összeg folyhatna be a klubkasszájába, amit a csapat további megerősítésére fordíthatnának, miközben Pogba személyében az ő pótlása is meg lenne oldva, szintén ingyen. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!